Ha nem velem történik, el se hiszem. Na szevasztok! Biztosan veletek is előfordul az, amikor hív valaki, és nincs elmentve a száma. Ez nálam nagyon sokszor előfordul, nagyon kevés embernek van elmentve a száma, de mégse szoktam felvenni azt, akinek nincs elmentve a száma. Értelemszerűen, hogyha nincs odaírva, hogy mit tudom én, Jóska hív, akkor ugye nem veszem fel. Na de most! Úgy keltem fel, hogy csipogott a telefonom, de ilyen nagyon hülye csengő hang van beállítva, és már gyűlölöm. És mondom, oké, akkor ezt most felvesszük. Fogalmam sem volt kora reggel, hogy ki az. Felveszem, háló. Azt mondja a csaj, szia Melinda. Nem nagyon voltam képben, tehát hogy azért úgy reggel úgy nem vagy képben, kell hozzám itt egy kávé, vagy 5 perc, hogy összeszed magad, de azért azt úgy tudtam, hogy nem Melindának hívnak. Na de mondom, akkor játszunk el a gondolattal, hogy drága barátunk, vagy barátnőnk, hát összetévesztette a számot, úgyhogy hát ugye majd úgyis azt mondja, hogy hát jaj, te nem Melinda vagy. És akkor mondtam neki, hogy igen, nincs egy ilyen nagyon mély hangom. De az, hogy ne vegye észre, hogy az én nem lány hangom van, azért ahhoz szerintem nem kell sok. De ő nem vette észre, és hát elkezdte mondani, hogy akkor ma hányra megyek, és emlékszem, hogy valami 18 óra 45-ös busz, vagy 17 óra 45-ös busz, mindegy, az a lényeg, hogy hát Melindának 17 óra vagy 18 óra 45-ös busszal kell mennie, vagy az előttivel, csak most nem tudom, hogy mondta pontosan, mindegy, az a lényeg, hogy hát én mondtam neki, hogy nem először értem kocsival. És volt egy ilyen pár másodperces csend, hogy gondolom azért itt már észrevette, hogy nem teljes mértékben lány hangom van. Valószínűleg már feltételezte, hogy én nem a Melinda leszek. Én már így már mondtam volna, hogy na ugye, hát azért csak vicceltem, haha. Azt mondja, hogy mennék el érted kocsival? Nincsen jogsim. Én éreztem már magam kellemetlenül. Van az a tipikus, hát nem tipikus, hanem van egy ilyen vicc, hogy oda megy két ilyen kínaihoz egy csávó maszkban, egy néger csávó maszkban, és megpróbálja őket ijeszteni, és nem ijednek meg a sikoly genyótól, hanem így leveszi magáról, és néger, és attól ijednek meg. Na most nekem is körülbelül ez az érzésem volt, hogy nem azért, mert néger vagyok, hanem hogy hát én most már nem tudom, most akkor mi legyen, most akkor elmondjam neki, hogy nem Melinda vagyok, de hát akkor meg lehet nem hiszi el. Na mindegy, elmondtam neki, hogy hát én amúgy nem Melinda vagyok. Azt mondja, mi akkor ki vagy? Mondom neki, hogy hát én Patrik vagyok, szerintem valami rossz számot írtál be. Úgyhogy hát én ezzel a helyzettel nem nagyon tudtam mit kezdeni. Komolyan mondom, hogy ez hát jó, utána igazából mondtam neki, hogy tényleg nem az vagyok, légy szíves, nézd meg, ez már így nem érdekes. Tehát, hogy nézd meg a számot, stb. És mindegy, az a lényeg, hogy ha ez így nem velem történik ebben a pár minutumban, akkor ezt el sem hiszem. Úgyhogy van ilyen, úgyhogy érdemes néha felvenni olyan embereknek, akiknek nem ismerős a száma. What do you mean? Wow. Úgyhogy ez csak egy ilyen gyors videó, csak már régen volt ilyen történetmesélős, és akkor mondom, hát ezt most felveszem. Úgyhogy, hát így. Na, hát köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha esetleg tetszett, nyomjatok el egy lájkot. Na, pisztácia, sziasztok! Már a 23. napnál tartok, gyerekek, ez úgy van, hogy napról napra sokkal erősebb szinten vagyunk, úgyhogy vágjunk bele. Ezek már ilyen nagyon durvák, figyeld! Jó, ez mondjuk most lighty. Nem értem, hogy most miért ilyen lighty. Kéne rá egy kis hang. Hát így szépen rátettem. Oké. Mert egyszerűen így látom.